egy-két nap el kell tenni ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy akkor ez a védekezés sikeres volt. És akkor ez mikorra lesz, amikor azt mondjuk? Én azt gondolom, hogy jövő hét elején, közepén már jövő hét elején megnyugodhatunk közepén. Is. Jó, szeretettel köszöntjük Önöket, és igazából azért jöttünk Komáromba, hogy áttekintsünk, hogy az egészségügyi ellátás szempontjából hogyan készültek fel a különböző szolgálataink. És azért Komáromba jöttünk, mert ugye felmerült, hogy szükség esetén a kórházat ki kéne telepíteni. Most arra készülünk, hogy nem kell kitelepíteni, de felkészülünk arra, hogyha mégis ez megtörténjen. Ugye krónikus ápolási osztályok vannak, tehát komoly ápolási igényű betegek vannak itt. Mindannyiukról tudjuk, hogy Tatabánya, Tata, Kisbér, Oroszlány a célállomás, tehát mindenki tudja a célállomást. Családtagoknak van lehetősége, hogy kövessék a betegeket, tudják, hogy hova kerülnek, úgyhogy felkészültünk arra az esetőségre, hogyha ez erre sor kerülne, de valószínűleg nagy valószínűség szerint nem fog sor kerülni erre. Két órán belül meg tudjuk ejteni a kitelepítésre szükséges, tehát a minden biztonsági feltételnek eleget fognak tenni. Úgyhogy ez az egyik része, hogy tudunk-e gondoskodni a kórházban lévő betegekről. A másik része ugye az ellátórendszer egészét is itt beszéltük át a kollégákkal, ugye Moson-Magyaróvártól Mohácsig terjed ugye az ellátóhálózat, vannak dunaparti létesítmények, Budapesten egyházi fenntartású létesítmények is vannak, ugye az Orfi és az Irgalmas Rendi Kórház a Dunaparton ott van, tehát ezeket is áttekintjük, hogy hol van szükség beavatkozásra, gyógyszerkészletek, vérkészletek, ezeket mind megnézzük, vannak olyan szociális intézmények, amik már kitelepültek, a Váci Kórház fogadott betegeket. Nagyon fontos a készletek mellett az is, hogy krónikus betegek, szülőnők az esetleg nehezen megközelíthető területekről bejussanak kórházba, és ott tartózkodhassanak addig, amíg a vész elmúlik. Úgyhogy ezt a részét is végigkövettük az ellátórendszer, vagy az ellátás megszervezésének. Nagyon fontosak ezek a felkészülések. Ugye a sokszor polgároknak is fel kell készülniük, hogy esetleg nem otthon töltik az éjszakát. Nagyon fontos, hogy gyógyszerüket, gyógyászati segédeszközüket már most készítsék be, asztma, szívgyógyszerek legyenek ott a csomagban. Nagyon fontos, hogy a gyerekekkel és az ápolt, gondozott gyerekekkel törődjenek, segédeszközök, pelenka, gyógyszer, legyen ott szemüveg, bot, bármi, amire szükségük lehet ott, ahova mennek. Nem szabad megfeledkeznünk ugye arról sem, hogy rengeteg ember dolgozik a védekezésen, akiknek ezúton is köszönöm az erőfeszítéseiket. Az ő ellátásokról is gondoskodni kell, ugye mindenütt van házi orvos, a mentőszolgálat gondoskodik az ő ellátásukról, úgyhogy azt hiszem, már csak egy dolgot hagytam ki, amilyen lényegesebb, ne felejtsük el, hogy amikor a víz felönt, akkor vagy kijönt, akkor azért a derítő gödrökből sok fertőző anyagot is kimos, tehát itt a kézmosásra, fertőtlenítésre oda kell figyelni, szükség esetén a hepatitis A védőoltásokra készülünk, úgyhogy áttekintettük, hogy mi minden van napirenden, a mentőszolgálat egységei, a többlet egységek érkeztek a víz közelbe és a hátországban is, mindenki felkészülten várja. A légimentő szolgálat az a nehezen megközelíthető területeknek az ellátására felkészült, úgyhogy így ezt a csúnya magyar szóval a checklistet azt végigvettük, és hogyha esetleg valamire nem gondoltunk volna, az most egész biztos felmerült, mert annyit tárgyaltunk különböző szemszögből a dolgokról, úgyhogy nyugodtan várjuk a feladatokat. Mi vonatkozik az elárasztott területeken levő élelmiszerek fogyasztására, gondolok itt a terményekre, gyümölcsökre, zöldségekre, megmosva szabad-e, vagy inkább ne kísérletezzen vele senki? Hát én azt mondanám, hogy most ne kísérletezzen senki, de a tiszti orvosi szolgálatnak a közleménye az minden ilyen esetre kiterjed, tehát az kézmosás, mosás értelemszerűen Magyarországon jó a csatornázás, úgyhogy ezért nem találkozunk a hétköznapok során olyan betegségekkel, például a fertőző májgyulladással, amivel Ázsiában, Afrikában, olyan országokban, ahol nem megszokott a közhigiéné, találkoznak, úgyhogy ez most egy olyan helyzet, hogy óvatosan ezzel, hogyha valahol kijön tett értelemszerűen. További kérdés van? Most legyen, hogy beszél.
20 beteget már hazavitt a család, akik olyan állapotban voltak, hogy az otthonukban tudják tölteni a következő napokat, és 62 beteg van, ugye, főigazgató úr, de talán főigazgató úr is tud erről számokat mondani. Gyakorlatilag azok a betegek vannak itt, akik az ápolási osztályon és a krónikus belgyógyászati osztályon fekszenek. 62 betegről van szó, betegekre lebontva rendelkezünk olyan tervvel, ami a megfelelő kitelepítést, a más intézetbe, megfelelő intézetbe való áthelyezést biztosítja. Nem erre készülünk, hanem arra készülünk, ahogy államtitkár úr is mondta, hogy a Duna a medrében marad, és a kórház működése normális keretek között zajlik majd a hétvégén is, és a jövő héten is. Akkor van tervük arra is, hogyha esetleg ez nem így alakulna? Természetesen igen. Minden kapcsolatunk megvan, jelentünk folyamatosan, és minden hatósággal, minden szervvel élő kapcsolatban vagyunk. Tehát, hogyha változik a helyzet, akkor órákon belül tudunk megfelelő megoldásokat szolgáltatni. És a családdal is kapcsolatban vannak a kezelő orvosok, ápolók, tehát a családtagokra is figyelünk ebben az esetben. Hadd kérem meg tőle Krisztina főigazgató asszonyt, hogy országos szintű információkkal egészítsek még ki az elhangzottakat. És aztán a mentőszolgálat is a felvonult erőkről. Amiről még érdemes tudni, hogy a dunamenti intézményekkel és minden olyan intézménnyel, ami érintett, azzal felvettük a kapcsolatot, folyamatos jelentés van, kiürítették azokat a területeket, ami esetlegesen betegellátásra szolgálhat a hétvégén, úgyhogy a Győri Kórházban több mint 100 ágy, Mosonmagyaróvár is több mint 20 ágy, a Váci Kórház már 2 szociális intézménynek a betegeit, akik kiürítési terület voltak, befogadták. A Visegrádi Kórház megnyitotta az utat, hogyha 11-es úttal gond van. Mindenki ellenőrizte azt, hogy megfelelő egy hétre megfelelő mennyiségű vér, gyógyszerkészítmény, táplálkozáshoz elengedhetetlen elemek megvannak. Úgyhogy ilyen szempontból készen vagyunk. Minden nap kapunk folyamatos tájékoztatást. Mi tulajdonképpen egy hátsó védelmi rendszer vagyunk abban az esetben, hogyha probléma és baj volna. És a kollégák és mindenki készen áll arra, hogyha gond van, akkor Burány Béla, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, a mentésre vonatkozó információkat foglalná össze. Igen, ez igaz ránk is, tehát közvetlenül a gát mögött nekünk kell biztosítani egyrészt a lakosságnak a mentőellátását, másrészt a gáton lévőknek az ellátását szükség szerint. Hál' Istennek az utóbbira csak elvétve volt szükség eddig. Ugyanakkor jelentős erőkkel megerősítettük a mentőszolgálatot, tehát a vízparti megyékben 50 plusz mentőegység van az eddigiekhez képest, ez plusz 120 főt is jelent, azzal együtt, hogy a tartalékban pedig ott vannak a víztől kicsit távolabbi megyék, és onnan bármikor tudunk még mozgósítani erőket. Tehát az Országos Mentőszolgálat a 770 földi járművével és a 7 helikopterével rendelkezésre áll egyelőre, és bízom benne, hogy ez így is marad, senki nem szenvedett el semmiféle hátrányt, tehát az egész országban biztosított a mentőellátás azzal együtt, hogy itt és a vízparton végig, illetve a víz közelében megerősítettük a szolgálatot. Ha valaki bármilyen tevékenységet végez a vízzel elárasztott területen, legyen az éppen a menekülésnek kerüljön rá sor, vagy éppen a mentés, akkor mire vigyázol? Tehát saját testi épségére, sérülésekre, ilyen dolgokra gondolok. Nem célszerű hősködni, a professzionális mentőerőkre kell hagyni a professzionális mentést, mert a hősködés általában újabb és újabb áldozatokat követel. Tehát bízzuk a profikra, és vigyázzunk önmagunkra, ez a cél. A civil lakosság részére. Államtitkár úr, még arra kérem, hogy az alapellátás a megnövekedett feladatairól mondjon néhány gondolatot. Igen, nagyon fontos, tehát a szülőnőket, krónikus betegeket ugye az alapellátás háziorvosok segítségével gyűjtjük össze, és őnekik megemelkedett feladatuk van akkor, amikor elzár egy települést, úgyhogy erről is gondoskodtunk, és a visszatérve az előbbi kérdésre, tiszti orvosi szolgálat rendszeresen vízminőség ellenőrzést tart, eddig problémáról nem adtak jelentést, de a Duna közeli kutakat, azokat külön is ellenőrzik, vagy korszintet emelnek, úgyhogy ez a háttérmunka is rendszerszerűen zajlik. Hány és bocsánat, egy főigazgató úr és az operatív igazgató mentőszolgálatnak végig kísérik az árhullámot majd a következő napokban, tehát lesz ott az egészségügyi szolgálatnak olyan első vonalbeli figyelő és vezető embere, aki bármiféle rendkívüli helyzetben be tud avatkozni, úgyhogy ez lesz a
Nem tudom, a kérdés kihez szóljon inkább, hogy hány egészségügyi intézménynek a kitelepítéséről lehet szó, vagy hányan veszélyben? Nem, egyről. Ugyanazt fogjuk tudni mondani. Egy. Tehát egyetlen egy ilyen intézményünk van Komárom, ahol egyáltalán felmerül, mert olyan közel lehet. Hát, hogyha még ilyen dunaparti létesítményekről beszélünk, akkor van értelme végigmondani hát, néhányat? Hát Mosonmagyaróvár, Győr, amit alapvetően csak mondjuk akkor Komárom, Esztergom, Visegrád, Vác, Sziget-Szentmiklós, a budapesti épületek, az Orfi, és ugye ott van az Irgalmas Lend, lefelé megyünk, Baja, Dunajváros, Mohács, tehát ők azok, akik alapvetően érintettek ezen a területen. Nem hagytam. És de nincs, én senki. Is azt hiszem nem is, de földrajzi elhelyezkedésük olyan, hogy nincsenek. Nincsen, egyik sincsen veszélyeztetett terület. Köszönjük szépen.